Sziasztok, én Zárk Krisztófer. Ez itt annak a sorozatnak a folytatása, ahol érdekes helyeket, illetve néha félelmetes helyeket fedezünk fel. Azaz a Fedezzük Felnek a második része. Egy templom melletti félelmetes épületbe fogunk bemenni. Ez az egész az fűződik egy ilyen háttértörténet, hogy amikor kicsi voltam, mindig oda jártam fel, mindig volt ez a kis hely, ahova soha nem mertem bemenni, és azóta sem mentem be egyszer se, de most először ebben a videóban be fogunk menni, és megnézzük. Na, menjünk! Na, úgy itt van velünk Hunor is. Sziasztok! Ja, és mellesleg a templomhoz vezető út, az egy temető. Úgy menjünk fel a templomhoz, hogy egy temetőn keresztül. Hú, gyerekek, menjünk végig. Szóval, ja, most itt majd végig megyünk a temetőn, ott lesz fent a templom, ott van egy ilyen nagyon para hely. És amúgy már kezd rendesen besötétedni, szóval ez így még ijesztőbb. Itt van ez a fő rész, hogy mi nyugodjon békébe, mindenki, aki itt fekszik. Ezek is ilyen sírkövek. Nem olyan kellemes sötétben a temetőbe sétálgatni. Nem vagyok én ilyen paranóriás, hogy mit tudom én, hogy mondják, de ez akkor is kicsit ijesztő. Még kimegyünk egy kapun, és egy félelmetes erdőn kell átmenni a temető mellett a templomhoz. Hunor, mond egy kis tudományos információt a nézőknek. Így van, ez a temető, ez a második világháborús halottaknak az emlékhelye. Ha Sopronba látogattuk, akkor a Szikla utcának a sarkában megtalálható. És több mint 20.000 hulla fekszik a sírok alatt. És gyerekek, az összes ilyen félreértést elkerülve, nem poénból vagyunk itt, nem is hülyéskedünk, megtiszteljük itt az összes halottat, nyugodjon békébe az összes, csak hát ugye erre vezet az út. Ez itt valami sötét sikátor, basszus, innen már lehet látni a templomot, ott van fent. Bár legalább hála Isten van világítás, rendes világítás. Na szóval itt megyünk szépen, de ha itt felnézünk, már itt van a templom. Fókuszáljál már inni. Ez a templom, katolikus templom, ezt Sofronba, a kertvárosban megtalálhatjátok, hogyha erre látogattok. És régen itt egy kolostor működött, most meg már csak ilyen turista központ, meg látogató hely, mert itt lakik az egyik atya. Ez így van! Na, erre meg van itt egy ilyen kis... Nem tudom mi ez igazából, valamelyik videóba ide is bemehetünk. Ez egy ilyen elhagyatott bányaszerűség. Igazából a templomról, hogy ennyit, szóval ezen ilyen hú, de nagy cucc. De mi nem feltétlenül a templomnak ehhez a részéhez jöttünk, hanem ha egy kicsit idébb jövünk, itt van egy ilyen kis mellék része, vagy nem is tudom minek lehetne ezt nevezni. És egyszer, amikor kicsi voltam, ugye erre jártam, és ide ki volt írva, magánterület, belépni szigorúan tilos, és életveszélyes. És amióta ezt a táblát megláttam, mindig fostunk ettől a helytől, sosem mertünk bemenni, de itt most, élőbe, egyenesen, videóba, először bemegyünk. Az a helyzet, hogy itt nem nagyon lehet bemenni, mert ezt lecsavarozták. Régebben igazából nem volt lecsavarozva, csak most van lecsavarozva. De ígérem nektek, valahogy bejutunk. És tudjátok miért? Mert én Zárk Krisz vagyok! Valahogy itt a másik oldalán megpróbálunk bemenni. Ki tudja, mik feküdnek itt. Elérkeztünk a hátsó bejárathoz. Nem akarok. Fú, ez egy kicsit para. Nem tudom igazából, hogy ez mit tudom, életveszélyes, vagy bármi. Ez vagy ilyen ablakszerűség. Ezzel a szobában nincs sok érdekesség. A tető kicsit fut. Még itt van egy ilyen kis szobaszerűség. Ez k***a vékony, gyerekek. Nem nagyon merek. Végigmenni. Írtóra fosok, hogy beszakad. Hát itt igazából sok érdekesség nincsen. Hát ja, az végül is egy ilyen romos épület. Na hát más látni való itt nagyon nincsen, szóval szerintem menjünk is ki. Bárcsak az a kérdés, arra menjünk, ahonnan jöttünk, vagy arra, ahol ki tudja még mik vannak. Inkább jövünk erre, mert erre még nem jártunk, onnan jöttünk. Szóval itt vannak ilyen áramcsövek, hogy mi van? Na, ne parázzatok. Ez mozog az ajtó, meg minden. Itt is vannak ilyen ablakszerűségek, ez itt már le is van rácsozva, és egy ajtó. Itt vagyunk, itt már csak az a kérdés, hogy innen hogy jutunk le. Hely, itt van a kis lépcső. Ezt is megértük. Laza, laza. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor dobjatok egy lájkot. Hogyha van bármilyen ötletetek, hogy milyen helyekre tudnánk menni még az ilyen videókba, azokat mindenképpen osszátok meg a komment szekcióba. Következő rész 7000 like után jön. Sziasztok!